A Szabolcs Néptánc Együttes tagjai ropták a táncot a nagykálói Tész telephelyén. Egy év kihagyással szervezte meg újra az őszköszöntő jótékonysági almanapot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. Román István kormány megbízott szerint a megye gazdaságának egyik legjelentősebb pillére az almatermesztés, ezért kell segíteni az itteni gazdák piacra jutását. Szeretnénk népszerűsíteni a megyében megtermett almát, egyáltalán az almafogyasztást. Nagyon fontos az, hogy a hazai piac, a magyar emberek, a magyarországi emberek hazai almát vásároljanak, és bízunk benne, hogy egy ilyen figyelemfelkeltő rendezvényel ezt hozzá tudunk járulni, és ezzel is tudjuk segíteni a gazdákat, meg mindenkit, aki kötődik valahogy az almához. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a szabolcsi almának a fővárosban és Dunántúlon is jó híre van. Hozzátette, ehhez a termelőknek rengeteget kell dolgozniuk, éppen ezért a lehető legjobb technológiai feltételeket kell megteremteni számukra. Nekünk ezt a lehetőséget meg kell becsülni. Azért vagyunk most itt, hogy ezt a jó hírnevet egy kicsit fényesítsük még jobban, és ezért folynak azok a beruházások a megyében, többek között ugye a Szabolcsi Alma Centrum, amely maximalizálni szeretné ezen lehetőségeket mind belföldön, mind külföldön. Tavaly az elmúlt évtized leggyengébb alma termését regisztrálták, a nagyon erős tavaszi fagyok rengeteg ültetvényben tettek kárt. Bár idén is az átlagnál több úgynevezett léjalma termett, az évtizedek óta itt tevékenykedő gazdák számára ebben az évben lényegesen jobbak a piaci kilátások. Nagykálból ősi hagyomány vannak, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon régóta termelnek almát. Az idei termés pedig nagyon változó, tehát vannak nagyon szép kertek, vannak viszont olyanok, ahol a tavaszi megfázás, ugye pici fagy miatt, meg egyéb probléma miatt is nagyon sok a nem étkezési minőségi alma. Tehát úgy gondolom, hogy egy közepes termés van. Néhány embernek, kettő vagy négynek. A résztvevők köztük Nagy István agrárminiszter is almaszedésbe kezdett a telephely egyik fiatal ültetvényén. A friss gyümölcsöt a megyében élő rászoruló gyermekek kapják meg. A szaktárca vezetője azt mondta, az alma a világ harmadik legjelentősebb gyümölcse, ehhez mérten kell a fejlesztéseket megvalósítani Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Friss ültetvények telepítésére és korábbiak fejlesztésére ebben az évben is kaphattak támogatást a termelők, amivel nagy számban éltek a régió szakemberei. Az idei évi pályázat keretében 885 hektár új ültetvény telepítése valósulhat meg, és örömmel látjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből több mint 770 termelő pályázott sikeresen. Ennek azért is nagy a jelentősége, mert a szabolcsi alma, a magyar agrárgazdaság emblematikus gyümölcse, a hazai gyümölcstermesztés fontos terméke, és tudjuk jól, hogy akár a beltartalmi értékeit lehetne most sorolni, nem fogom tenni. Csak a gazdaságra nyújtott hatását szeretném mondani. Hogy hányan élnek ebből itt, hogy mennyire fontos, és hogyha Magyarországon Szabolcsba elfagy az alma, akkor nincs Magyarországon alma. Mert alapvetően Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határozza meg mindazt az alma mennyiséget, amely az országban terem. A csütörtökön leszedett alma mennyiség mellett a nagykálói Tész további 7 tonna gyümölccsel látja el az állami gondozásban élő megyei gyermekeket.